Sziasztok! Ma folytatom a Total War Rome Remastered Darth Mode végigjátszásomat a trákokkal. És mit maradt abba ugye, hogy Spartacusszal ugye megint megtámadom ugye, vagy megtámadtam Rómát, és ugye megpróbálom elfoglalni. A gond az, hogy itt van ugye két tábornok. Nagyjából 125 testőrség, plusz ugye a frakció vezető, 95 testőrrel, azon kívül ugye van kettő városi kohorsz, van ugye pratoriánus kohorsz, van korai első kohorsz, auxiliási jász, hasztáti velitész. Szóval, ja, Rómának igazából egy komoly védősserege van, ezért valójában még kéne némi erősítés. Rómát el kell foglalni. Rendben, harcra fel. Igen, ugye 127 erősítés, mert ugye a tábornokokat hozzáadta a játék. És... támadunk. A szenátusnak buknia kell. Spartacus keze által. The day has dawned. Grim and terrible. Whoa. But how much more terrible to be facing us? The sons of Hercules. Oké, okay, ez így jó. Várjunk. Melyik irányból támadjunk? Innen? Itt mondjuk van kettő torony, három. Nem jó? Innen. Innen támadunk. Jaja. Van ugye kettő szamnita gladiátor. Reinforcements have arrived, but are they in time to take part in the battle? The enemy have brought up more men. Igen, ugye az AI-nak is van erősítése. Annyi az egész, hogy egy lövés valami 1%-ot sebez, max 2-t. Ojojojojojojojoj, nem akármilyen katonák védik ugye Rómát, ezt meg kell hagyni, hogy ezüst fegyverzet és páncélzatú városi kohorsz, az kemény. Oké, okay, ugye elveszítettek egy csomó katonát, mert rájuk dőlt a fal. Nos, akkor kezdődjék. Amúgy, nem is tudom, szerintem megint veszítünk. Szerintem ahhoz, hogy Rómát elfoglaljam, két sereggel kell jönnöm. Gladiátorok, előre!
Buster Lang! General! Go, go, go! Buster Lang! Valójában ezt a tornyot még jó lenne lerombolni. Hát igazából az egységeimet egyszerűen mészárlás. Városi kohorsz megeszi őket. Itt van még több városi kohorsz. Igazából nagyjából ugyanannyi veszteséget szenvedtek el ők is, mint mi, ami valójában jó. Ez az IASZ egység az nagyon rossz, hogy ott van. Bakker, egyszerűen... Oké, okay. Egyszerűen a basztarnáknak semmi esélye. Ó, bakker, szegények. Várjuk, az onager nem tud lőni. De tudnak lőni, oké. Okay. Oké, bár nincs annyi lőszer, hogy leromboljam a tornyot, sajnos.
Ah, ez komoly, 16%? Ah. Oké, én kétszer annyi embert veszítettem. Ah, lőnek az íjászaik. Bakker! Azoknak az íjászoknak mennyi lőszere van? Gladiátorok előre! Ám bár nekem ugye van erősítésem. Bakker, még mindig van lőszer a városi kohorsznak, mi a fene? Honnan van ennyi lőszerük? Oh, hello! Még egy csapat városi kohorsz! Oh, azok ott lőnek, ajajaj. Na, de miért álltok meg? Várjunk, mi van? Itt nem lehet felmenni többet? A gond az, hogy a római egységek, akik ugye itt vannak, még mindig csak éppen csak bemelegedtek egy kicsit. Ajajaj. Még mindig van lőszer az íjászoknak? Ám bár, ha minden igaz, valami 30 lövést tudnak leadni, szóval nem meglepő. Azt hiszem, hogy ezek az egységek nem tudnak lejönni, mert meg van rongálva a torony, és nem lehet átmenni rajta. Na, végre kifogytak az íjászok, ideje volt. Oké, már csak 2000 római van. Infantry.
Ambar, várjunk, igazából itt fent ragadt egy csomó egység a falon. Szóval ezek valójában le vannak győzve, mert nem tudnak lejönni. Ambar, teljesen kiszorítottak a városból, bakker. Jézusom. Gyerünk, gladiátorok! Megtört a Foxman. Igen, bár ennek az első kohorsznak lassan vége. Ez a városi kohorsz egység visszajön. Megtört! Tökéletes! Van egy jobb ötletem, kicsit vissza, hogy több irányból tudjuk támadni őket. Oké, itt még ugye van egy csomó testőrség. A főtéren pedig városi kohorsz és légiós kohorsz. Itt van egy csapat városi megint. Ajajaj. Itt... Játék azt mutatja, hogy itt van egy csapat térképen ugye, de nem látom. Vagy az lenne? Hát, na mindegy. Ó, de kemények tudnak lenni ezek a városi kohorszok. Ajjajjaj. Gyerünk, gladiátorok! Annyi az egész, hogy ez nem arénában lévő harc, ez rendes harc. Units!
Itt... Oké, a háztátéknak még ugye volt lőszere. Akár nem bírják levágni őket. A fele vigyel. Nem bírják levágni ezt a városi korszegységet. Ó, te jó ég. Ott van még egy. Három basztarna egység nem elég egy városi korsz ellen. Oké, az utolsó négy gladiátor megtört. Na, végre megtörtek, wow! Oké, igazából most az a kérdés, hogy a testőrséget hogy fogjuk elintézni. Mert ugye itt van egy csomó testőrség. Ó, várj, nem is testőrség ellen kell harcolni, hanem... Ó, még több városi kohorsz! Ajjaj, ajjaj. Lesz jó. Na ja, szűk utcában városi kohorsz ellen. Aha, aha, az úgy jó. Ez a torony le van rombolva és fel tudnak menni. Itt ez a torony nincs lerombolva és nem tudnak felmenni. Mi a fene? Na mindegy. Már megöltek vagy tízet. Tíz városi kohorsznak már annyi, szóval haladunk. Szép, már szereztek... Várjunk.
Azt hiszem nem volt tapasztalatuk, ugye? Szóval már van két tapasztalatuk. Az kettő extra támaderő és videkező erő. Oh, hello. Oké, okay, Spartacus ide. Ajjaj. Spartacus gyorsan ide. Á, kizár dolog, hogy győzünk. Nem, nem győzünk. Két seregre van szükség. Két olyan sereg, ami full, full bastardné. Egyszerűen... egyszerűen nem vagyunk elegen. Ja, kész vége, megtört az egész sereg. Hé, hova? This loss is hard for us, but harder still for his own people. Fenébe ment. Ó, várjunk, ó, várjunk, várjunk, várjunk. Nem jön a testőrség, ugye? Nem. Nem tudjuk elfoglalni. Vonuljunk vissza. Még van ugye négy közelharci egység, némi íjász. Íjászokkal le lehet hozni. Ja, itt ugye hatalmas mészárlás lett. Valójában 5 percen van, szóval amúgy is lejár az idő. Oké, okay, jónak jó volt, de... túlságosan erősek a védők. Kevés emberem van, nincs elegendő. Két seregre van szükség. Ez már ugye Spartacusnak a második veresége. Nem, várjunk, a harmadik, mert volt egy nyílt terepi csata is, amit elveszített. Azt hiszem, ha jól emlékszem. Az igen, megtörtek egyből. Ja, kemény 801 veszteséget okoztam? Pff, bakker. Hát igen. Hát igen, ez ilyen. Igazából jó volt, csak kevesen voltunk.
valójában lehetett volna még némi esély, hogyha ugye nem törnek meg az egységek egyből. Mert ugye, miután beküldtem a lovasokat, meg gyalogságot, sajnos egyből megtörtek. A Spartacus ugye nem ért oda időben. Ó, van némi erősítés. Fallen to the enemy, and the gods have abandoned us! Ó, várjunk, jönnek itt is. Oké, okay, amúgy gyorsan lenyomjuk őket. Minden frakciónak ugye vannak nagyon jó egységei, de Rómának rendkívül jó egységei vannak. Oké, igazából nem valami nehéz megtörni az egységeiket. The gods be praised! The enemy general is dead! His men know their doom approaches! We're under attack! The gods be praised! The enemy's hearts are full of fear, and now they flee! Your general has thrown away his life, and now feeds the carrion birds! His men may soon be bird feed too! Ekkor ott a kapitányám, bár semmit sem számít valójában.
hearts are full of fear, and now they flee. Tökéletes. Legalább itt ugye egy győzelmet arattunk. Ám bár hamarosan ugye lesz Pantheonom ugye Pellában és Tesszalonikában. Utána pedig tudok képezni két, még ugye két város lesz, ugye, ahol tudom képezni az elit egységeket. A legjobb morál bónusszal. Ó, még ők is jönnek? Ah, oké. Okay. Rendben, egy kicsikét sokan vannak. Ó, mennyi faltrőkos az, igen. Várjunk Onager ide, és... lőni kéne a kost. Az hova megy? Oké, bár nem tudják eltalálni. De jó. Look to the inner defenses. The walls have fallen to the enemy, and the gods have abandoned us. The enemy are through the walls. Now we must fight all the harder in our defense. Várjunk, az örmények csak körbe mennek, vagy körbe jönnek. The enemy are through the walls. Now we must fight all the harder in our defense. Az, mert az én ilyen szép nem lőnek messze. Kéne amúgy egy tábornokot vegyek, és ő úgymond ugye azon fog dolgozni, hogy folyamatosan fölvegye a krétai jászokat. Ó, igen, a legrosszabb ellenfelem a városi kóhorsz után a katafrakt lovasi jász. Unit! 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 Unit!
your hook right. Ó, ugyanbár, hát szedjétek már le azokat a nyomat katafraktokat. Ne vár. Ó, meggyulladt az épület? Á, fenébe. Lőjétek a katafraktokat! Ah, de nehezen tudják leszedni őket! Oké, amúgy katafraktoknak vége, de hogy vége, még van ugye a kapitány. Azon kívül, ami ellenség van, még ugye az izé. Csak sima a keleti gyalogos. Ugye a keleti gyalogosokat gyorsan le lehet mészárolni, az egyetlen probléma a lovasi jászokkal van. Oké, még ugye a menekülőkből kéne elkapni. Igen, ugye a lovasi jászok... Na, igazából a lovasi jászok... Igazából a lovasi jászok okoztak veszteséget. Például itt van ugye keleti gyalogos, peltaszta, Hillman, nulla. Semmi veszteséget nem okoztak. Hihetetlen, bakker. Hihetetlen, mennyire egy gyenge egység. Katafrak lovasi jász 296, keleti gyalogos 0. Ó, bakker. Rendben. Esetleg város tovább fejlődhet? Igen. Apollónia, rendben. A Worthy Life's End, General, meghalt, az gáz. Coming of Age, Raskos.
Kíváncsi vagyok, hogy kapok majd még egy tábornokot, aki Spartacus lesz. Oké, okay, Kanniban át kell képezni az egységeket. Ugyanúgy Kápuában is át kéne, de nincs lakosság, annyi az egész. Ám bár van egy ötletem. Hozzok ugye lakosságot Tarentumból, és ugyanúgy innen. A flotta az Apollóniában van. Ja igen, amúgy Pella tovább van fejletve, szóval kell a Pantheon. Következő körben pedig meg lesz Thessalonica is. És ugye az utolsó római csapat most lett legyőzve, ami ugye a Brutus házat szolgálta. Ő mennyi rossz trétje van, te jó ég. Játékban annyira könnyedén és gyorsan kapják a karakterek a rossz tréteket. Ja igen, Kotaisban át kell képezni az egységeket, plusz kéne még ugye milícia hoplita. Rendben, és ugyanúgy itt is át kell képezni ugye az egységeket. Sídében. Order? Yes, Stratigos. Man, orders. Plusz kéne még sídében milícia lovas. Ready to sail. Yes, captain. Várjunk, kaptam egy tábornokot, igen, Kersos. Kersos irány ide. És itt nincsen krétai jász, de valahol itt ugye Sardész, Halikarnassus környékén kell legyen, vagy ugye Rodosz, Kydónia területén kell legyen krétai jász. Aretium lázad. Valójában Palmából, tényleg, Palmából ezt a sereget vissza kell hozzam. Hát persze. Ez a sereg, plusz amit még képzek Kanni és Kápuában, az ugye két jó sereg lenne, és az elég lenne, hogy elfoglaljam Rómát. Elég kell legyen. Fenébe már Rómával. Bakker. Na jó, ám bár nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!